Azzal, hogy Koszovó kérte felvételét az Európa Tanácsba, súlyosan megszegte a washingtoni, továbbá a brüsszeli egyezményt, ahogyan az ENSZ 1244-es határozatát is, mondta Alekszandar Vučić Belgrádban. Szerinte ez egy olyan játék, amit nyugati államok játszanak. Szerbia ugyanakkor egy kis ország, amely őrzi szuverenitását és a saját döntéseihez való jogát. Na nem majd a... Ne uđemo u mržnju i da ne uđemo u psihozu sukoba, ali da na odgovoran, racionalan i ozbiljan način pružimo čvrst i snažan odgovor. U skladu sa tim zakazao sam za sutra u 11 sati sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost i u narednim nedeljama mi ćemo dati sve od sebe da pokažemo da možemo da se borimo, da možemo da čuvamo svoju zemlju. Szerda este a szerb államfő egyébként munkavacsorán vett részt a térség vezetőivel és az EU képviselőivel Brüsszelben. Már akkor bejelentették Pristina várható lépését. Emellett az EU képviselők ismét felszólították Szerbiát, hogy igazodjon politikájukhoz az orosz-ukrán háború kapcsán. A nyugat-balkáni ország helyzete azonban nehéz és összetett, hangsúlyozta Vučić. Kiemelte, Szerbia stratégiai célja az Európai Unió, azonban meg fogja őrizni saját nemzeti érdekeit. Posao Srbije je da provodi reforme, posao Srbije je da radi mnogo toga i na stvaranju nezavisnog pravosuđa, na daljoj i demokratizaciji i, rekao bih, medijskim slobodama, mnogim drugim stvarima koje mora da uradi. A što se Evropske unije tiče, to morate da pitate njih. A munkavacsora után Alekszandar Vučić külön is nyilatkozott a sajtónak, ekkor újságírói kérdésre válaszolva Szerbia gázellátásáról is beszélt. Mint mondta, az országba Bulgárián keresztül érkezik az orosz gáz, 100%-ban orosz gáz. Az új szerződésről még folynak a tárgyalások Oroszországgal. Ha a horvát Krk-szigeten, illetve Magyarországon keresztül kapnánk a gázt, az sokkal összetettebb és drágább lenne. Azonban ennek a lehetősége sem zárható ki, tette hozzá Vučić.